A Magyar Rhapsody projekt Levédia című albuma tiszteleg a nagy magyar zeneszerzők, népdalgyűjtők és a magyar kultúra népzenei gyökerei előtt. Ötvözve a zenekar modern hangszereit magyar népi hangszerekkel, mint a tekerőlant, tárogató, török síp, koboz, népi furuják, népi hegedű, ősi dobok és ütőhangszerek. A koncert előtt beszélgettünk a zenekarral. Nagyon nagy örömmel jöttünk ide, hiszen nagyon sokat, pontosabban Berekfürdőn jártunk az elmúlt években jó párszor, és hatalmas nagy magyarságot éltető, identitást erősítő szeretetre és jó magyar emberekre leltünk, akik nagyon díjazták azt, amit mi gondolunk jelenleg a zeneileg, és szeretnénk átadni. Úgyhogy én már nagyon vártam ezt. Nagyon sok kun lovas barátom is van, akik nagyon kemények, igazi szittyák. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a területen ennek a fajta műsornak biztos, hogy nagy siker lesz, hiszen ez nagyon magyar, nagyon ősi, és nagyon a szívnek és a léleknek szól, egy igazi gyógyír. Az is tulajdonképpen a kitűzött célunk, hogy egy kicsit a kárpát-medencei népléleknek segítsünk, gyógyírt adjunk ezekkel az ősi ritmusokkal, dallamokkal, úgyhogy nagyon nagy örömmel érkeztünk ide. Már kora reggel felkeltünk, hogy erre az alkalomra egy-két plusz dalt összerakjunk, úgyhogy ma már Budapesten próbáltunk, aztán ide megérkeztünk, beálltunk és itt is próbáltunk, elmentünk utána enni, és mire visszaértünk és átvettük a uniformist vagy a fellépő ruhát, addigra leszakadt az ég, de semmi baj, mert most már tisztulni kezd, és reméljük, hogy hamarosan kezdhetünk. Nagyon szerencsés vagyok, hiszen egy igazi táltossal léphetek fel, mint minden este ma is, ő nem más, mint a világhírű opera énekes Molnár Levente, aki hát székelyföldi felmenői miatt még sokkal közelebb van az ős kultúrához, mint mi Budapesten, bár mi is próbálunk természetközeli életet élni, meg jószágot tartani, és jurtázunk és lovazunk, de Levente egyből mondta, hogy ezt az esőt el kell dobolni innen, és akkor megfogta a dobverőket, és egy süsfel nappal próbálta az eső felhőket eltüntetni, amit részben egyébként sikerült is neki. A közönség rendkívül kitartó, itt vannak, várják, hogy visszajön az áram, és kezdhessen a zenekar.